Megújult csatornák és új műtárgyak. Befejeződött a tájgazdálkodási infrastruktúra fejlesztése a Bodrog közben. Környezettudatos technológiák. Az önkormányzatok számára hamarosan két pályázati lehetőség jelenik meg, amelyek energetikai fejlesztésekhez nyújtanak majd forrásokat. Magyarok kenyere. Több mint 180 tonna búzát gyűjtöttek össze a rászorulóknak a hazai gazdák. A felajánlott mennyiségből készült liszt egy részét megyei civil szervezetek osztják majd szét. Befejeződött a tájgazdálkodási infrastruktúra fejlesztése a Bodrog közben. A Kölcsei Televízió iradóját látják. Köszöntöm Önöket! Az 1,8 milliárd forintos beruházás célja a korábbi években a Cigánt-Tiszakarádi árapasztó tározó területén megvalósult tájgazdálkodási mintaterület vízi infrastruktúrájának továbbfejlesztése volt. Többek között csatorna rekonstrukciókkal és vízkormányzó műtárgyakkal oldják meg azt, hogy az érintett terület mezőgazdasági célokra hasznosíthatóbb legyen. 1998 és 2001 között 4 rendkívüli árhullám vonult le a Tiszán, ezért is volt fontos a Bodrog közben árapasztó tározót építeni. A Cigándi Tiszakarádit a tiszavölgyi tározók közül elsőként adták át 2008-ban, már akkor kialakítottak ott egy tájgazdálkodási rendszert, ám azt tovább kellett most fejleszteni. Az 1,8 milliárd forintos uniós forrásból megvalósult fejlesztésnek köszönhetően megépített létesítmények még hatékonyabbá tették a bodrogközi vizek szétosztását, elvezetését annak érdekében, hogy szélesebb körű lehetőséget biztosítsanak többek között a gazdálkodóknak. Mint egy 14 kilométer tájgazdálkodási depónia töltés épült meg a fejlesztés keretébe. 32 darab olyan műtárgy, amivel a vizeket lehet kormányozni, szabályozni, illetve ami a gazdálkodóknak az átjárását is biztosítja ezeken a létesítményeken. Valamint elkészült egy szivattyúállás, ami lehetőséget biztosít a Tiszából való szivattyús vízkivételre is. Továbbá a projekthez kapcsolódóan összességében mintegy 34 kilométer, alapvetően belvízelvezető csatornának a rekonstrukciója, kotrása is megtörtént, illetve hát ezek a csatornák a tájgazdálkodásba is bekapcsolhatók. A tájgazdálkodási infrastruktúra fejlesztése a Bodrog közben és benne a Cigándi árvízszint csökkentő tározó területén című projekt zárórendezvényén elhangzott, a fejlesztések kivitelezői konzorciumban valósultak meg 3 cég bevonásával. A földmunkák dandárja zöme az a nyári hónapokra esett, így a kb. 185 ezer köbméter föld meg bedolgozása, ami a depón építéshez szükséges volt, ennek a időszakára volt olyan szakasz, amikor 32 teherautóval, 8-10 bedolgozó gépjárművel, dózerrel, hengerrel voltunk jelen a helyszínen, és végeztük el ezt a munkát. A nagyértékű fejlesztés hozzájárult a vízkeret irányelv célkitűzéseinek megvalósításához is azáltal, hogy javult a vizek ökológiai állapota. Az önkormányzatok számára hamarosan két pályázati lehetőség jelenik meg, amelyek energetikai fejlesztésekhez nyújtanak majd forrásokat. A környezettudatos technológiák felhasználásával az önkormányzatok munkahelyet teremthetnek, és a helyi gazdaság résztvevőit is segíthetik, hangzott el egy a témában tartott szakmai napon Nyíregyházán. A környezettudatos technológiák felhasználásával a közintézmények és a vállalkozások jelentősen csökkenthetik az energetikai kiadásaikat. Egy napelem rendszerrel akár teljes egészében, míg egy biomassa vagy brikettkazán beépítésével akár 50-80%-kal is csökkenhet egy intézmény vagy vállalkozás fűtési költsége. Sokszínű előadás kínálatunk van a mai napra. Szeretnénk bemutatni egy új konzorciumot, az Energiatek 2020-as konzorciumot, amely az energetikai fejlesztéseket szeretné megalapozni a megyében, mind az önkormányzatok, mind a vállalkozók számára. A legjelentősebb energetikai támogatásokat az önkormányzatok vehetik igénybe, számukra akár 100%-ban vissza nem térítendő források is elérhetők. Az önkormányzatok számára két pályázat várható, a területi és településfejlesztés operatív program keretében lesz kiírva, ami hát remélhetőleg még idén, de mi úgy satszoljuk, hogy inkább januárban lesznek kiírva.
Ugye itt az önkormányzatok 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társaságok pályázhatnak majd utólagos hőszigetelésre, nyilászáró cserére és megújuló energiaforrásokra. A rendezvényen elhangzott, a jövő évben várhatóan megjelennek majd a lakossági energetikai pályázati lehetőségek is. Erős gazdaság nem építhető erős nemzeti vállalatok nélkül, hangsúlyozta beszédében a nemzetgazdasági miniszter a Coop üzletlánc megalakulásának 20. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen Budapesten. Varga Mihály kiemelte, a cég 30 ezer embernek ad munkát országszerte, beszállítói pedig szintén hazai cégek, ami tovább erősíti a magyar gazdaságot. 20. születésnapját ünnepelte a Coop üzletlánc, amely több mint 100 éves szövetkezeti múlt után 1995-ben alakult gazdasági társasággá. Az alkalomból rendezett ünnepségen az akkori alapítók az összefogás erejét hangsúlyozták. Igazából most visszagondolva, ezért 20 éve én is, mint átvészelnök, aktivitásra voltam annak, hogy a Coop rendszer lépjen tovább. Alapítigatósági tag voltam, és akkor nem gondoltam, hol fogunk eljutni. Egy tény, jól volt a döntésünk, hogy összefogtunk, hiszen nem fogunk össze, akkor ma lehet, hogy nincs ünnepség. Az ünnepségen jelen volt Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter, aki ünnepi beszédében kiemelte, a hazai üzletlánc mára a magyar gazdaság meghatározó szereplőjévé vált. Az országnak pedig nagy szüksége van az ilyen elvek mentén működő kereskedelmi vállalatokra, hiszen erős gazdaság nem építhető erős nemzeti vállalatok nélkül, tette hozzá a tárcavezető. 30 ezer embernek ad munkalehetőséget, köztük 27 ezer hölgynek. A több mint 3 ezer beszállító a magyar gazdaság jelentős szereplői közül kerül ki. Ebben a tekintetben is példamutató az, ahogy a Coop a beszállítói világ felé fordul, hiszen hazai termelő, hazai munkahely. Tudjuk jól, hogy ha ezeket összekapcsoljuk, akkor sokkal erősebbé tudunk válni valamennyien. Varga Mihály szerint figyelemre méltó, hogy az üzletlánc a magyar termékek szerepét hangsúlyozza, és mintegy 80%-ban hazai feldolgozású termékeket árusít. Minden itt elköltött forint a magyar munkahelyeket, a magyar gazdaságot támogatja, fogalmazott a miniszter. Megpecsételődött a nemzeti minimum sorsa, a kormányt nem érdekli a gyermekéhezés, mondta nyíregyházi sajtótájékoztatóján Halmi József, az MSZP Szabolcs-Szatmár Bereg megyei alelnöke. A politikus szerint elfogadhatatlan, hogy a kormánypárti képviselők megakadályozták a gyermekéhezés elleni javaslat parlament elé kerülését. Most már nem csak egy-két képviselőt ostorozhatunk, hogy nem fontos neki a gyermekéhezés, hanem sajnos az egész Fidesz-KDNP frakció elutasította a társsorozatba vételt. Szomorú vagyok, hogy Szabolcs-Szatmár Bereg megyei fideszes egyéni országgyűlési képviselők megint bebizonyították, hogy nekik nem az emberek a fontosak. Több mint 180 tonna búzát gyűjtöttek össze a rászorulóknak a hazai gazdák. A felajánlott mennyiségből készült liszt egy részét, mintegy 70 tonnát, Szabolcs-Szatmár Bereg megyei civil szervezetek osztják majd szét. Hagyományosan már harmadik éve kapcsolódik a Szent Erzsébet napi országos búzagyűjtéshez a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Szabolcs-Szatmár Bereg megyei szervezete. A búzagyűjtő felhívás 3 évvel ezelőtt egy kárpátaljai gyermekjóléti szolgálat támogatására kelt életre, de az évek során annyival nőttek a felajánlások, hogy mára a hazai rászorulókat is támogatni tudják a szervezők. A gazdák egyre szorgalmasan, illetve egyre nagyobb arányban kapcsolódnak be ebbe a programba. Ez mutatja azt, hogy minden évben megduplázódik a begyűjtött mennyiség. Talán már most azzal fog küszködni a különféle navos problémák miatt a gyűjtés, hogy talán korlátozni kell a felső mennyiséget a szállítási szabályzatok miatt. Én úgy gondolom, hogy egy nemes cél érdekében állt az Agrárgazdasági Kamara e mögé, a felhívás mögé, és azokon az embereken tudunk segíteni, akik rászorulnak. Idén az összegyűjtött búzából készült lisztet a Vöröskereszt megyei szervezete, a Humannat Alapítvány és a Nyíregyházi Gyermekjóléti Központ osztja majd szét az ünnepeket megelőző időszakban a megye több ezer rászorulója között.
A karácsonyi szeretet akciónkat segíti ezzel az Agrárkamara, és segítik azok a gazdák, akik a megyéből összeadták azt a búzát az aratás után, amiből adományokat tudnak juttatni a civil szervezeteknek, és ezáltal segíteni tudunk az embereken a megyében, a rászoruló embereken, akik segélykérő levelet küldenek a Vöröskereszt számára karácsony előtt. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében mintegy 70 tonna lisztet osztanak majd szét a rászorulók között. A dohányzás ártalmaira hívták fel a középiskolás fiatalok figyelmét a Ne gyújts rá mozgalomhoz csatlakozva. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kormányhivatal népegészségügyi főosztályának szakmai napján a megyeházán. Hadobásné Kis Hedvig járványügyi osztályvezető televíziónknak elmondta, a mozgalom 1974-ben az Amerikai Egyesült Államokból indult útjára, azzal a céllal, hogy minden évben legyen egy olyan nap, amikor a dohányzók nem gyújtanak rá, illetve a társadalom figyelme ráirányul a szenvedély káros hatásaira. A szakmai napon kortárs segítők is tartottak előadást arról, milyen következményekkel járhat a cigarettázás. A dohányzásnak vannak rövid távú, illetve hosszú távú következménye is. Rövid távú hatások például a kopaszodás, a romló sporteredmény, iskolai teljesítmény, illetve a növekedő anyagi kiadások. Hosszú távú következmény például a tüdőrák és a szív- és érrendszeri betegségek. 50 éves fennállását ünnepli a Vásárosnaményi Beregi Múzeum. Az évforduló alkalmából időszaki fotókiállítás nyílt. A tárlatot hamarosan láthatják, előtte nézzük a híradó további témáit. Mint egy fél évig készült az a sárkányölő Szent Györgyöt ábrázoló olajfestmény, amit a Tiszalöki Országos Büntetés Végrehajtási Intézet egyik elítéltje készített. A festményt a megyei rendőrfőkapitányság egyik tárgyalóhelyiségében helyezték el, amit azóta át is kereszteltek Szent György teremre. Ősszel utolsó alkalommal lép pályára hazai környezetben a Kisvárda Masztergúd. Sós Imre 6. helyen álló együttese a labdarúgó NB2 14. fordulójában a 11. Sopront fogadja. Ötven éves fennállását ünnepli a Vásárosnaményi Beregi Múzeum. Az évforduló alkalmából időszaki fotókiállítás nyílt, ami az elmúlt 5 évtized mérföldköveit mutatja be. A múzeumot 1963. március 1-én Csiszár Árpád református tiszteletes és etnográfus alapította, az ő tiszteletére virágokat helyeztek el a múzeum egyik részlegében. Fontos mérföldkő volt az intézmény életében az is, amikor 2007-ben a felújított Tomcsányi kastélyba költöztek az állandó kiállítások. Nagyon fontos mérföldköve volt a múzeumnak, amikor a néprajzi régészeti, történeti anyagok mellett egy külön kollekcióra, egy tárcsoportra vonta a figyelmét, még pedig a beregi keresztszemes hímzésekre. És egy több évtizedes kutató, feldolgozó munka eredményeképpen nagyon-nagyon sok fontos dolgot megtudhattunk a régi, eredeti beregi keresztszemes hímzésről. Ugye, és ezeknek a kutatásoknak az eredményét aztán az elmúlt években, évtizedekben közre is adjuk könyv, honlap, előadások, konferenciák, oktatás formájában. A Beregi Múzeum állandó kiállításai a régi beregi emberek mindennapjait és tárgyait mutatják be. Berendezési tárgyakat és kerámia gyűjteményt is láthatnak az ide látogatók. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés alelnöke beszédében elmondta, a Beregi Múzeum fontos szerepet tölt be a megyei értékek gyűjtésében. Gondolom, hogy egy olyan hiátust pótol már 50 éve, amely nagyon fontos itt a Beregben is. Hiszen azon értékek gyűjtését, amit most a megyei önkormányzat felvállalt a Hungarikum törvény értelmében, ők már nagyon régen végzik, és nagyon régen élővé varázsolják azokat az értékeinket, azokat az emlékeinket, amelyek a Bereghez kötődnek. És itt nem csak a Bereghez kötődő emlékekről van szó, hanem nyugodtan az egész megye területéről beszélhetünk. És azt hiszem, hogy ezt a munkát csak elismerni lehet és támogatni, úgyhogy a megyei önkormányzat részéről azon vagyunk, hogy a megyei értéktár mozgalomba is a lehető legjobban bekapcsoljuk magukat, a múzeumokat is, és ezáltal a Beregi Múzeumot is. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye múzeumai között ma az egyik legnagyobb gyűjteménnyel rendelkező intézménynek számít a Vásárosnaményi. Mint egy fél évig készült az a sárkányölő Szent Györgyöt ábrázoló olajfestmény, amit a Tiszalöki Országos Büntetés Végrehajtási Intézet egyik elítéltje készített. A festményt a megyei rendőrfőkapitányság egyik tárgyalóhelyiségében helyezték el, amit azóta át is kereszteltek Szent György teremre.
A rendőrök védőszentjének képét munkaidő után hobbiból festette meg egy elítélt, aki a szabadulása után ilyen jellegű munkákkal szeretné keresni a kenyerét. Bévi intézetben egy rendőri vezetői látogatás során láttuk, hogy nagyon szép festmények találhatóak a tiszalöki büntetés végrehajtási intézetben, és érdeklődve kérdeztük, hogy hol ki festette ezeket a képeket, és akkor jelezte a parancsnok úr, a Mészáros László dandártábornok úr, hogy egy saját elítéltük festi ezeket a képeket, és ekkor merült fel bennünk az a dolog, hogy a rendőrség védőszentjéről is, Sárkányerő Szentgyörgyről is egy képet festetnénk, amennyiben van lehetőség. Ezt az elítélt, aki ezeket a képeket festette, bevállalta, és mi pedig egy fél év türelmes várakozást követően, hál' Istennek, fel tudtuk helyezni az egyik tanácstermünk falára, amit ezt követően már Szentgyörgy teremnek fogunk nevezni. A festmény elkészítéséhez a megrendelő, vagyis a megyei rendőrfőkapitányság biztosította az elítélt számára a szükséges tárgyi feltételeket. A Szent Györgyöt ábrázoló képet a szabad idejében készítette a fogvatartott. Még van 7 hónapom az ítéletemből, és utána már várnak ezzel, tehát ilyen kisebb panziók, meg ilyesminek küldtünk ki portfóliót, és akkor ők már várnak ilyen díszítési munkával. Úgyhogy úgy tervezem, hogy ebből szeretnénk majd éldegélni. A tiszalöki intézetben festhetnek, barkácsolhatnak, vagy akár sportolhatnak is az elítéltek, amely hobbikhoz a tárgyi feltételeket is teljes mértékben biztosítják, mondta el az intézet parancsnok. Hozzátette, az összes foglalkozásnak az a célja, hogy a szabadulásuk utáni életben segítsék boldogulni az elítélteket. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy a fogvatartottak dolgozzanak, tehát a munkáltatás az mindenféleképpen nagyon-nagyon fontos kérdés a dolgoknak, minden mellett a tanulást. Munka melletti tanulást, vagy a munka mellett olyan szabadidős elfoglaltságokat, amely nyilvánvalóan a lélek épülésére szolgál. A kép készítője mindehhez hozzátette, ez volt az első olajjal vászonra készült munkája, a hátralévő büntetési idejében pedig a csupaszfalú foglalkoztató helységeket szeretné kifesteni akvarell technikával. Ősszel utolsó alkalommal lép pályára hazai környezetben a Kisvárda Masterbúd. Sós Imre 6. helyen álló együttese a labdarúgó NB2 14. fordulójában a 11. Sopront fogadja. A mérkőzés szombaton 13 órakor kezdődik a Várkerti pályán. A válogatott Európa-bajnoki pótselejtezője miatt az elmúlt hétvégén nem rendeztek fordulót az NB2-ben, így a csapatoknak 2 hetük volt arra, hogy rákészüljenek az utolsó 2 őszi fordulóra. A Kisvárda Masterwood 19 ponttal a 6. helyen várja a folytatást, 4 pont hátrányban a dobogón lévő Zalaegerszegtől és 5 pont előnnyel a már kieső helyen álló Ajka előtt. Sós Imre vezetőedző elmondta, hogy mire használták fel a bajnoki szünetet. Arra mindenképpen, hogy rendezzük valamilyen szinten a sorokat, hiszen a csapattal szemben nekünk a szakmai oldalról egy kicsit nagyobb az elvárásunk, mint ahol jelen pillanatban állunk. Én úgy gondolom, hogy sikerült is egy kicsit hangulatot is olyat teremteni, amivel le tudjuk venni azt a feszültséget a játékosokról, ami kell ahhoz, hogy a hátralévő 2 fordulót sikeresen vívjuk meg. A Sopron szerdán hazai pályán gól nélküli döntetlent játszott a Nyíregyháza Spartakusszal, így elbúcsúzott a Magyar Kupától. Subka Attila együttese vereségekkel kezdte a bajnokságot, de az utóbbi 5 fordulóban 4 győzelmet aratott, így 16 pontjával a 11. helyen áll a tabellán. Most már ugye kielemeztük a Sopronnak a játékát. Fiatal, alacsony súlypontú játékosaik vannak, akik a Szombathelyi Illés Akadémián nevelkedtek, tehát a futball alapjaival úgy gondolom, hogy megfelelően rendelkeznek. Nem lesz könnyű mérkőzés, ráadásul ők is egy győzelmi szériában vannak, de én bízom abban, hogy hazai pályán azért a rutinosabb játékosokkal ezt a mérkőzést nekünk meg kell nyerni. A forduló további párosítása a következő: Budaörs-Dunaújváros, Sziget-Szentmiklós-Vác, Soroksár-Zalaegerszeg, Mezőkövesd-Siófok, Ajka-Balmazújváros, Gyirmót-Csákvár és Szeged-Szolnok. A Kisvárda-Sopron mérkőzés szombaton 13 órakor kezdődik a Várkerti pályán, a Kölcsey Televízió nézői pedig vasárnap 21 órától láthatják az összecsapást. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. Befejeződött a tájgazdálkodási infrastruktúra fejlesztése a Bodrog közben. Az 1,8 milliárd forintos beruházás célja a korábbi években a Cigánd-Tiszakarádi árapasztó tározó területén megvalósult tájgazdálkodási mintaterület vízi infrastruktúrájának továbbfejlesztése volt.
Az önkormányzatok számára hamarosan két pályázati lehetőség jelenik meg, amelyek energetikai fejlesztésekhez nyújtanak majd forrásokat. A környezettudatos technológiák felhasználásával az önkormányzatok munkahelyet teremthetnek, és a helyi gazdaság résztvevőit is segíthetik, hangzott el egy a témában tartott szakmai napon Nyíregyházán. Több mint 180 tonna búzát gyűjtöttek össze a rászorulóknak a hazai gazdák. A felajánlott mennyiségből készült liszt egy részét, mintegy 70 tonnát, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei civil szervezetek osztják majd szét. A Kölcsei Televízió iradóját látták csütörtökön. Friss hírekkel péntek este várjuk majd Önöket. Híreink addig is elérhetőek honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Holnap változóan felhős időre számíthatunk esővel. A magasban erős a nyugati áramlás, ami egyelőre még szokatlanul enyhe időt biztosít térségünkben, péntek délutántól azonban egyre inkább hidegfront alakítja majd időjárásunkat. Éjjel fátyol felhős lesz az ég, majd estétől erősen megnövekszik a felhőzet, késő estétől eső, zápor egyaránt előfordulhat. A délnyugati szél megélénkül, időnként megerősödik, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet pedig 8-10 fok között alakul. Holnap napközben erősen felhős vagy borult lesz az ég, eső, zápor is valószínű. A délnyugati szél megélénkül, időnként megerősödik, délutánra 11 fokig emelkedik a hőmérséklet, fronthatás nincsen térségünkben. Fokozatosan napról napra egyre hidegebb idő várható, szombaton országszerte borult időre van kilátás, sokfelé jelentősebb mennyiségű esővel. A délutáni esti óráktól a magasabban fekvő helyeken havas eső, havazás is valószínű, vasárnap a felhő átvonulásokból szorványosan várható zápor, vagy akár hózápor, gyakran megerősödik majd az északnyugati szél is. A jövő hét elején hideg, az ország nagyobb részén száraz idő várható éjszakai fagyokkal.